1 kg kora és 1 kg tarja megy összesen, és ez 135 darab fogadásszortívóban. A Faddi önkormányzat már több éve segíti nehéz helyzetben élő lakóit ezzel a húscsomaggal az ünnepek előtt. Leginkább az egyedül élő nyugdíjasokat és a rosszabb anyagi helyzetben élő nagycsaládosokat támogatják ilyenkor. A tanyagondoknak van egy listája, ugye nyilván ő jobban találkozik az idősebb populációval a településen, úgyhogy ő minden évben készített egy listát, ezt most összevetettük a 19-es és a 20-as listát, megpróbáljuk mindig úgy szelektálni a csomagokat, hogy lehetőség szerint mindenki részesüljön valamelyik évben belőle. Valamint a helyi általános iskola osztályfőnökei is megjelölték azokat a családokat, akik szerintük támogatásra szorulnak. Ebből választották ki azt a 135 családot, akikhez december 22-én elvitték a csomagot. Vali Ervin, a település alpolgármestere, személyesen szállította ki az adományokat. Szeretnénk megint egy kis szeretetcsomagot átadni így az ünnepek alkalmával. Elfogadják nagyon sok szeretettel, és fogyasszák egészséggel. Jó. Köszönjük szépen. Fogadják sok szeretettel. A húsi, ugye? Igen, igen. Köszönjük szépen akkor. Fehér Jánosné egyedül él csekély nyugdíjából. Azt mondja, jól jön a támogatás. Nagyon jó dolognak tartjuk, hogy az öregekről. Hát én például 86 éves elmúltam. És hát örömmel veszük, hogyha gondoskodnak rólunk. Samai Józsefné januárban lesz 83 éves. Ő úgy nyilatkozott, nagyon sokat segít az önkormányzat Faddon az idősebbeknek. Hát én azt nagyon megköszönöm, hogy ennyi segítséget is kapunk ilyen időskorban is még. Főleg most ebben a vírusos mindenben az embert úgy kikészít idegileg, meg minden, és hát ez egy nagyon jó dolog, főleg aki nagyon rá van utalva. A település önkormányzata, egy helyi cég és néhány képviselő adta össze azt a közel 500 ezer forintot, amiből ezt a 135 darab csomagot el tudták készíteni. Egyre idősebb a településünknek a lakossága, egyre több a nehéz körülmények között élő család, és azt gondolom, hogy ez a csomag, amit most idén is ki tudunk szállítani nekik, ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit a szeretet ünnepén egy nagyobb boldogság legyen az asztalnál. Az alpolgármester hozzátette, igyekeznek minden évben segíteni valamivel a helyi rászorulókat, a karácsonyi húscsomagosztásból pedig szeretnének hagyományt teremteni.